Sokan nem, vagy csak későn hívják a mentőt és kerülnek kórházba, pedig 30 perc késlekedéssel 7-8 százalékkal nő a halálozás esélye. Leggyakrabban az 50 és 70 év közöttieket érinti az infarktus, de egyre több 20 és 30 évest is érint a betegség. A nyári hőségben a legveszélyeztetettebbek a magas vérnyomásban szenvedő betegek. Oka kettős, egyrészt nagy melegben sok folyadékot fogy, ö, vesztünk, kevesebb folyadékot fogyasztunk, főleg az idősebb betegek hajlamosak erre, hogy a folyadékbevitelüket csökkentik. Emiatt a vér besűrűsödik, egyszerűen így is lehetne fogalmazni, a viralvadási faktorok koncentrációja megemelkedik, vérről a rizikó fokozódik. A másik oldal pedig az az, hogy a kevesebb keringő folyadék miatt a vérnyomás a betegeknek alacsonyabb. Alacsonyabb vérnyomás mellett egy beszűkült érrendszerű betegnél a keringés is romlik, és sajnos az Rizikóját emelheti. A szívinfarktus leggyakoribb tünete a melkas közepén érzett fájdalom, de gyomorpanaszai is lehetnek a betegnek, amiért sokan úgy gondolják, egyszerű gyomorrontásuk van. Ha korábban nem érzett hasonló fájdalmat, valaki ajánlott orvoshoz fordulni vagy mentőt hívni. Nyíregyházán a 24 órás ügyeletnek köszönhetően az elmúlt években a felére csökkent a súlyos esetek száma jó beteg és házi orvos együttműködéskor a házi orvos ismeri ezeket a rizikófaktorokat. Hogyha úgy látja, hogy a beteg kardiovaszkuláris szempontból egy magasabb rizikóba tartozik, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy a rizikó küldje be, ahol speciális szakember megfelelő kardiológiai támogatás mellett objektíven tudja vizsgálni ezeknek a rizikófaktoroknak a fajsúlyát, és időben ki tudjuk emelni azokat a betegeket, akik későbbi infarktus szempontjából valóban veszélyeztetettek. Az infarktushoz öt tényező vezethet: a dohányzása, magas koleszterin szint, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és az elhízás, de ugyancsak rizikófaktor még a mozgásszegény életmóda, a helytelen táplálkozás és a stressz.